Zonga már színezi a saját egyedi pillangóját, hamarosan így tehetnek a városban élő gyerekek is, akiket egy érdekes akcióval ér el a Bokréta Művészeti Iskola. Több ezer papírpillangót osztanak szét a városban, postaládákba kerülnek a sablonok, a színezést, díszítés pedig a gyerekekre vár. Keressék a gyerekek a pillangókat, ezt díszíthetik, színezhetik saját ízlésük szerint, és amikor kész van ez a díszítés, akkor le kell ezt fotózni az elejét, illetve a hátulját, úgyhogy ráírják a nevüket, az életkorukat és a lakcímüket, és egy megadott e-mail címre el kell küldeniük majd ezeket a pillangókat, és hát bízunk benne, hogy több ezer pillangó fog érkezni. A lefotózott díszített pillangókat a Szárnyaljunk 2020 Gmail fiúkba várják majd. A beküldők között sok-sok ajándékot sorsolnak majd, az elkészült alkotásokból pedig kiállítás lesz. A főtéren szárnyalhatnak a pillangók. 23-án Szent Iván napján fogjuk kitenni a megállító tábláinkat a főtérre, és délután 4 órától hozhatják a gyerekek a pillangóikat, és feltűzhetik a megállító táblákra, illetve, hogyha belefűznek egy kis szalagot, akkor a téren lévő fákra is föl lehet akasztani ezeket a pillangókat, és akkor így napokon keresztül bárki megtekintheti ezt a kis pillangó kiállítást. A papírpillangó sablonokat keressék a gyerekek a postaládákban, vagy letölthető a Bokréta Művészeti Iskola közösségi oldaláról. A fotókat június 22-éig kell elküldeni, kiállításra pedig június 23-áig várják a kész alkotásokat.